Vármegyei közgyűlés. A rendőrség és a katasztrófavédelmi beszámolót is meghallgatták a képviselők. Fejlesztések Nagyhalászban, szennyvízhálózatot bővítenek és bölcsődét építenek a településen. Pályázati kiállítás, a művészeti szakgimnázium diákjainak alkotásaiból nyílt tárlat. Megtartotta rendes áprilisi ülését Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közgyűlése. A képviselők többek között meghallgatták a vármegyei rendőrfőkapitány és a katasztrófavédelem igazgatójának beszámolóját a 2022-es évről. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsey Televízió híradója. A 2022-es közbiztonsági beszámolóból kiderült, hogy megnövekedett a vármegyében a közúti közlekedési balesetek száma, de jelentős pluszterhet jelentett a rendőrségnek az orosz-ukrán háború miatti menekült hullám is. A tűzoltóság vármegyei igazgatója a szabadtéri és a lakástüzek elleni védekezés fontosságát emelte ki beszámolójában. Elismerések átadásával vette kezdetét a vármegyei önkormányzat ülése szerda délelőtt. Sesták Oszkár a közgyűlés elnöke az ukrán háborúból menekülő, valamint a Kárpátalján élők megsegítésében kiemelkedő feladatot ellátó Szabóné Czap Andreát, a Tisza LTT igazgatóját, és Erdélyi Tatjánát díjazta bronz emlékéremmel. Szent György napja alkalmából pedig két rendőr, Bajusz Attila alezredes részesült ezüst, Túróci László címzetes főtörzs zászlós pedig bronz emlékéremben. Ezt követően beszámolók következtek. Farkas József vármegyei rendőrfőkapitány a 2022-es év közbiztonsági helyzetéről és a tavalyi intézkedések eredményeiről tájékoztatta a képviselőket. Farkas József kiemelte, a háború miatt a tavalyi ismét egy rendhagyó év volt. A vármegye rendőrállománya ennek ellenére is hatékonyan dolgozott. Jól mutatja ezt az is, hogy 1300-al csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, a nyomozási eredményesség pedig a vármegyében 5%-kal jobb az országos átlagnál. Nos, ehhez természetesen sok minden kellett. Kellett a társadalomnak a fejlődése, a munkahelyek teremtése, kellett a rendőri munka, kellett az összefogás, a polgárőrség, az önkormányzatok, hogy talán jó úton haladunk, és hát továbbra is az a célunk, hogy ezt a közrendet, közbiztonságot fenntartsuk, egy biztonságos megyében lehessen élni, és lehetőleg ezeket a számokat tovább csökkentsük. Örömmel jelenthetem, hogy a nyomozás eredményesség vonatkozásában, pedig az országnak nem a könnyített pályáján vagyunk, könnyített szakaszán, még így is 5% ponttal magasabbak vagyunk nyomozás eredményességben, mint az országos átlag. Azokban a kiemelt cselekményekben, mint például emberölés, vagy testi sértésekben rendkívül jó, emberölésekben 100%-os nyomozati eredmény, felderítési eredményességgel dolgozunk, de egyébként is rendkívül jó felderítési eredményességgel dolgozunk, és mint ahogy korábban is említettem egyszer-kétszer, ebben a megyében jelentős súlyú kockázatú bűncselekményt, tehát jelentős kockázat nélkül nem lehet elkövetni. Mindent megtesznek munkatársaim, mindent megteszünk, hogy az elkövetőket, és sajnos az elmúlt időszakban is jó néhány frekventált ügy volt, a bíróság elé tudjuk állítani. Ezt követően a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság igazgatója számolt be az elmúlt évről. Varga Béla előadásában kiemelte, tavaly 10%-kal több műveleti feladatuk volt a vármegyei tűzoltóknak, mint 2021-ben. Különösen a rendkívüli aszály okozta, a szabadtéri tüzek száma emelkedett meg szembeötlően. A tűzesetek számán belül meghatározó a szabadtéri tűzesetek száma rendkívüli mértékben megnövekedett, az elmúlt 5 év átlagához viszonyítva 74%-kal. A tűzesetek következtében 5 személy vesztette életét, 56 fő sérült meg, a megmentek személyek száma 7 fő volt. A műszaki mentések száma közel 30%-kal csökkent. 23 személy vesztette életét, 576 személy sérült meg, és 128 személyt mentettünk meg. A két beszámolót egyhangúlag fogadta el a közgyűlés. A képviselők ezután arról a tájékoztató dokumentumról is döntöttek, amely a vármegyei önkormányzat által tavalyi évben kezelt projekteket és a TOP, valamint TOP pluszos beruházásokat mutatja be. Sesták Oszkár azt mondta, a pályázatok menedzselése hatalmas feladat a megyeházán dolgozók számára. Erről is egy tájékoztatást kapott a megyei közgyűlés, hogy hány projektmenedzsmenti tevékenységben, milyen pályázati tevékenységben vesz részt a megyei önkormányzat, határon túl, határon innen topos programokban. Ez is egy kielégítő és biztonságos feladatellátást tesz lehetővé. 10 kollégánk dolgozik ezen a területen, ezen a szakterületen.
Nagyon jó a hivatalnak a korstruktúrája, nagyon sokan 55 év alattiak, döntő részben 55 év alatti kollégáink vannak, tehát ez is egy megelégedésre számot tartó beszámoló volt, egyhangulag döntött erről is a közgyűlés. A szerdai közgyűlésen két kivitelezés alatt lévő topos beruházás, a kemecsei református bölcsőde és a nagyhaláci városrehabilitációs program költségnövekmény igényét is elfogadták a képviselők. Zajlanak a szennyvízhálózat kiépítésének munkálatai Nagyhalász külterületének lakott részein. Ezzel párhuzamosan belterületen a csapadékvízhálózat korszerűsítését végzik a szakemberek. Erre több mint 300 millió forint áll az önkormányzat rendelkezésére. Hamarosan elkezdődik a bölcsőde építése is. Májusban pedig arról születik döntés, hogy TOP plusz forrásból megépülhet-e a szolgáltatói inkubátorház a település központjában. Nagyhalászban is elfogadták a 2023-as költségvetést, amelynek fő összege 2,2 milliárd forint. Ebből 1,4 milliárd forint működési költség, a többi pedig fejlesztési költségként jelenik meg a település életében. Ez azt jelenti, hogy mindenféleképpen a törekvésünk az volt, hogy a intézményeink biztonságos működését tudjuk biztosítani ebben az évben is. Annak ellenére, hogy nagyon nehéz költségvetési időszak után vagyunk, és a mostani számok alapján történt egy olyan számunkra hátrányosan érintő dolog, amelyben a egyfőre jutó adóerőképességünk megnövekedett, és ezáltal 56 forinttal, és ezáltal 38 millió forint kiegészítő támogatást elestünk. És így nagyon nehéz lesz ez az év is, de mindenféleképpen arra törekszünk, hogy a végén minden kijöjjön és minden jó legyen. Nagyhalász külterületének lakott részein tavaly kezdődtek el a szennyvízhálózat kiépítésének munkálatai, a tervek szerint idén szeptemberre készülnek el vele. Belterületen pedig a csapadékvíz korszerűsítése zajlik jelenleg is. Nagy szükség volt már erre a fejlesztésre, mert a víz nem tudott eljutni a befogadóig. Ez a beruházás is tavaly kezdődött, az egybefüggő rendszer kiépítése május végére fejeződik be. Fontos az infrastruktúra fejlesztése is, ezért a Leromlott Városi Területek Rehabilitációja Nagyhalászban című, mintegy 365 millió forintos projekt részeként 700 méter hosszan járdát építettek ki például az egyik főút mellett, három szociális és egy szolgálati lakást is kialakítottak. Ezek használatba vételi engedélyezése még tart, de nem sokára átadják a lakóknak. Hamarosan pedig jelentős lépést tesznek az oktatás-nevelés területén is, mert megépül egy különálló bölcsőde 530 millió forintból. A bölcsődének a folyamata az elindult, megnyertük a pályázatot, a helyreállítási alapból RRF pályázati forrásból sikerült ezt megkapnunk. Egy három csoportos bölcsődét szeretnénk építeni, fogunk építeni. Megvan a helye itt a művődési ház mellett, egy teljesen korszerű 21. századi bölcsőde is szolgáltatást tudunk nyújtani majd az ide érkező gyerekeknek, amely közbeszerzés után, ami úgy áprilisban várható, április végén kezdjük a kiírását, és május-június elején pedig a kivitelezést el tudjuk kezdeni. A központban egy inkubátorház is helyet kaphat, amely TOP plusz forrásból épülhet meg, amint egy 900 millió forintos élhető városprojekt részeként. Ez az elem egyelőre tartaléklistán van, de májusban döntés születik róla. A kisvállalkozók számára helyet biztosító épület tovább erősíti majd a városi jelleget. Augusztusra készülhet el a Tiszavasvári út és a Derkovics utca kereszteződésének korszerűsítése. Nem csak a burkolatot újítják fel, de kerékpárút és járda is szolgálja a csomópont biztonságát. A beruházás 855 millió forintba kerül, ami nem csak a városba érkezőknek, de a kertvárosban élő 10 000 lakónak is segíti mindennapjait. Nyíregyháza egyik legforgalmasabb útszakasza ez. A Derkovics utca és a Tiszavasvári út kereszteződése sokaknak okoz kellemetlen perceket, főként a reggeli és a délutáni csúcsban. Az utak csomópontjának fejlesztését novemberben kezdte az önkormányzat a Magyar Közút Nonprofit ZRT-vel konzorciumban. A beruházásról tartott sajtótájékoztatón elhangzott, a munkálatok megfelelő ütemben haladnak, a csomópont kiépítésével biztonságosabbá válik a közlekedés az érintett szakaszon.
Ebből lesz egy közlekedési lámpás forgalomszabályozású biztonságos csomópont, ami talán legalább olyan fontos, kétszer két sáv, ha megyünk kifelé, tehát az út áteresztő képessége lényegesen nő, érinti a kerékpárutat, a járdát, a gyalogátkelőhely létesül, és hát ahogy szoktuk, az egész területet közlekedési infra szempontjából a legjobb módon fogjuk kiépíteni. Mint ahogy szokott lenni a csomópontoknál, ez rengeteg közmű átépítést is jelentett, ami nem látszik, mert a föld alatt van, de ezen már túl vagyunk, és most már a látványosabb rész is megkezdődött. És hát ezzel én azt gondolom, ez a városrész teljesen rendben is lesz. A tájékoztatón azt hangsúlyozták, a közelmúltban számos a kertvárost és környezetét érintő infrastruktúrális fejlesztés történt. A Mező utcai csomópont kiépítése mellett a Tiszavasvári úti felüljáró statikai megerősítése is elkészült, és megújult a Derkovics utca egy szakasza. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője elmondta, Nyíregyháza egyik legnépesebb városrésze ez, mintegy 10 000-en lakják. Emellett a 36-os főút is itt csatlakozik a város úthálózatához. A tiszavasvári járás települései és maga a járás központ lakossága is itt érje el a megyeszékhegy. Ezért mondom azt, hogy az átmenő forgalom is nagy. Megnőtt a forgalom a kiköltözésekkel, hiszen a Bátori lakóparkba nagyon sokan költöztek az elmúlt évekbe, és természetesen az ipari park fejlesztésével pedig megnőtt azok száma, akik ide járnak dolgozni. Éppen a Derkovics utcán található, vagy a Derkovics utca végén a Continental és más cégek, az Eisman más cégek, akik foglalkoztatják a nyíregyházi polgárokat, esetleg más városrészekből is jönnek ide. Ezért örülök a kétszer két sávos fejlesztésnek, mert így a keresztmetszet nagyobb lesz, örülök a jelzőlámpás rendszernek, mert így biztonságos lesz, kerékpárút is épül, a járdát is kibővítik, és a Kassa utca és a Csalitos utca csomópontot is fejlesztik, mert mind a két oldalát fejleszteni kell ennek az utcának. A Tiszavasvári út Derkovics utca csomópontjának kiépítése a tervek szerint augusztus végéig tart, vagyis a szeptemberi iskolakezdésre már elkészül. A fejlesztésre a nyíregyházi önkormányzat bruttó 855 millió forint összegű 100%-os visszanemtérítendő topos támogatást nyert. Több mint 50 alkotás látható a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium idei pályázati kiállításán. A legjobbakat ipar- és képzőművészeti kategóriákban díjazták. Universitas gyűrűt Klimcsik Krisztina és Kovács Petra végzős diákok vehettek át. A tárlat május 5-éig megtekinthető a Váci Mihály Kulturális Központ emeleti galériájában. A diákok divatbemutatójával kezdődött a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium idei pályázati kiállítása. A tárlat a 14. a sorban, az eseménynek pedig 8. alkalommal ad otthont a Váci Mihály Kulturális Központ. A művészetis diákok másodévtől készíthetnek pályamunkát a felhívásra. A legjobbak képzőművészeti és iparművészeti kategóriákban rangos elismerést vihetnek haza. 9 díjat adunk át, ebből 2 Universitas gyűrűt. Ez társul egy ezüst gyűrű, egy latin feliratú véset van benne, Peres per ad astra, rögös az út a csillagokig. Ezt olyan pályaműnek ítéli oda a zsűri, akiknek a munkája már megállná egy egyetemi környezetben a helyét. Mellette ezt adjuk az ipar és a képzőművészeti kategóriában is, a további díjakat is a 2 kategóriában, 3-3 díj, első, második, harmadik helyezett lehet, illetve adunk egy közönségdíjat. Itt található a kiállítás ideje alatt egy közönségláda, mellette fecnék, ezen lehet megjelölni, és hogy véget ért a kiállításunk, összegezzük, és kapja meg a díját a delikvens. Itt nem csak a díjak számítanak. Ez az esemény a diákok és a tanárok számára is különleges közösségépítő alkalom. A pályázati kiállítás a Művészeti Szakgimnáziumban mindig különleges szerepet foglal el a diákok életében. Éppen ezért a diákoknak is nagyon fontos, hiszen ebben a formában számot tudnak adni, és itt helyben tudnak számot adni a diáktársaik, a tanáraik előtt, és
Azt kell, hogy mondjam, hogy gyakran megható és fontosabb a számukra az itteni díjazás, mint egy országos vagy egy nemzetközi díjazás. Nem akarom ezt leszólni, de amikor így egymás között vagyunk, akkor és egymást értékeljük és támogatjuk, az mindig közösségalkotó és mindig nagyon bensőséges. A műfaji skála széles. Festészet, szobrászat, kerámia, grafika, illetve divat és stílus kategóriákban is készültek alkotások. Ezeket minden évben mások zsűrizik, az ítészeket pedig felsőoktatási intézményekből választja az iskola. Idén Kondor Edit iparművész, a Moholy Nagyművészeti Egyetem docense, Ferenci Zsolt festőművész, az Eszterházi Károly Egyetem docense, valamint Szepesi Béla grafikus művész, a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézetének igazgatója zsűrizett. Általában véve elég izgalmasak, sőt némely munka meg nagyon izgalmas. Hát ennek az egész kiállításnak az is a célja, hogy megmutassa a fiatal, lassan pályakezdő művész palántáknak, hogy milyen szintet kellene elérni ahhoz, hogy egyetemen folytassák a tanulmányaikat. És hát mondhatom, hogy akár az iparművészeti, akár a képzőművészeti részen jó néhány olyan munkát találunk, láthatunk, amelyek valóban megütik azt a szintet, amely már a felsőoktatásba vezet. Idén iparművészeti kategóriában Klimczuk Krisztina, képzőművészeti kategóriában pedig Kovács Petra vehetett át Univerzitás gyűrűt. A pályázati kiállítás május 5-éig megtekinthető a Váci Mihály Kulturális Központ emeleti galériájában. Hatalmas baleset történt kedden délután Nagykálló belvárosában. Két autó ütközött frontálisan. Olyan nagy volt a karambol, hogy az egyik sérültet feszítővágó berendezéssel kellett kiszabadítani a gépkocsiból. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók kiérkezéséig egy szabadnapos tűzoltó áramtalanította a járműveket. A sérülteket a mentőszolgálat látta el, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Egy ezüstéremmel tértek haza a nyíregyházi úszók a kaposvári országos bajnokságról. Stankovics Anna az 50 méteres mellúszás döntőjében 31,44 másodperces idővel másodikként csapott a célba. Ugyan ő 50 gyorson a negyedik helyen végzett. Szintén negyedik lett Hatházi Dóra a 100 és a 200 méteres pillangó úszásban. Ismét Kaposváron rendezték meg az országos bajnokságot, amely egyben kvalifikációs verseny is volt. Négy nap alatt tucatnyian úsztak olimpiai A-szintet, a legeredményesebb egyesületnek pedig a BVSC bizonyult 30 éremmel. A Nyíregyházi Sportcentrum egy bronzérmet szerzett, Stankovics Anna az 50-mel döntője után állhatott fel a dobogó második fokára, 50 gyorson pedig hajszállal maradt le a dobogóról. 50 gyorson szerettem volna egy kicsit jobban úszni, azt gondolom, hogy benne volt egy 25-tel kezdődő idő, sajnos ez nem sikerült, viszont 50 mellett nem gondoltam volna, hogy be tudok menni 31 fél alá, úgyhogy ez biztató a jövőre nézve. A nyíregyházi csapat éremszerzési céllal utazott Kaposvárra. Ezt teljesítették is, de a szakágvezetőben azért maradt némi hiányérzet. Egyik szemünk sírt, másik meg nevetett. Ugye a tavalyi országos bajnokságon a Hatházi Dóri Amerikából hazaérkezve, illetve akkor még itthon úszva 6. illetve 5. helyezést tudott elérni a pillangó számokba, ahhoz képest a 2/4. Hely előrelépés. Időben a tavalyi év idejét közelítette meg. Én úgy gondolom, hogy ha nem 3 nappal a verseny előtt érkezik haza, kicsit több ideje van az átállásra, kicsit többet tudunk együtt mozogni, akkor újra ez dobogót jelenthetett volna. Nem vagyok elégedetlen. Mind a két lány esetében el tudom mondani, hogy az Univerziádé mind a kettőjüknek esélyes. Még nem hirdettek csapatot az Univerziádéval kapcsolatban. Ugye Anna is és Dóri is 200 pillangó, 50 mellen szintidővel rendelkeznek. Az elmúlt szezon gyakorlatilag végig versenyző Barna Bianca tavaly egy bronzérmet szerzett az országos bajnokságon, ezúttal viszont egyik számában sem került döntőbe. Bianca kicsit várakozáson alul szerepelt, ezt meg kell mondani őszintén, az 50, 100 és a 200 méter mellúszó számokban indult, illetve váltóban. A mellúszó számokban azt mondom, hogy mellúszásra jellemzően vannak néha hullámvölgyek, és most abba sikerült megérkeznünk. Egy nagyon jó fizikális felkészülés után, edzőtáborozás után egy nagyon-nagyon stresszes versenyt futottunk. Nem jött ki mindig a teljesítmény, egy milliméterekkel maradt le a döntős helyezésről. Az ő esetében ugye tavaly sikerült egy bronzérem
200 méter mellett, ami most is kinézett neki, hiszen 2:33 az ő egyéni csúcsa is körülbelül itt van. A legjobb formájában ez reális lett volna számára, de nincs nagy gond, én úgy gondolom, hogy csak felnőtt korosztályos versenyzők tudták megverni őt. Az ifjúsági között még mindig a legjobb, és augusztus végén van, augusztus elején van az ifjúsági bajnokság. A nyíregyházi úszók egy átmeneti hetet követően nekivágnak a nyári szezon felkészülésének. Május végén Miskolcon, majd Békéscsabán szállnak medencébe a sportcentrum versenyzői. Június elején Sopronban rendeznek kvalifikációs versenyt, majd június második hétvégéjén Szegedre a nyíltvízi országos bajnokságra viszi tanítványait Urbin Tamás. Besenyei Györgyre a magyar felvilágosodás legjelentősebb alakjára emlékeztek névnapján a Vármegyeházán. A Besenyei Társaság nem csak a költőről, hanem Kölcsey Ferencről, Petőfi Sándorról és Madách Imréről is megemlékezett az ünnepségen. Koszorúzással kezdődött a Vármegyeházán tartott György napi megemlékezés, amely során Besenyei György mellszobránál helyeztek el virágokat. Sesták Oszkár vármegyei elnök és Baracsi Endre vármegyei alelnök mellett a Besenyei Társaság és más intézmények vezetői is fejet hajtottak a magyar felvilágosodás atyja előtt. Több évtizede ünnepeljük itt a Besenyei György nagyteremben, amely nem véletlenül lett Besenyei Györgyről elnevezve, györgynapi ünnepséget. Talán a névadástól kezdve folyamatosan minden évben, kivéve persze a pandémia idejét, hiszen a Besenyei György Társaság a Szabolcs Vármegye legrégebbi közművelődési célú egyesülete. A 19. század végén alakult, és a rendszerváltás környékén újra felvették a fonalat néhány lelkes irodalmár, közművelődési szakember, közművelődésben elkötelezett ember, és azóta is folyamatosan működtetik a társaságot. Rendben kiadják éves füzeteiket, kiadványokat szerkesztenek Besenyei Györgyhöz elsősorban, de más egyéb rendezvényeket is, ami a megyei irodalmi életéhez kapcsolódik. Kürner Éva, a Besenyei Társaság elnöke azt mondta, a diákok számára idén meghirdetett pályázatukban a Petőfi évre, a himnusz megírásának és Madách Imre születésének 200. évfordulójára is igyekeztek felhívni a diákok figyelmét. Eszét írtak a pályázók, bár el kell mondjam, hogy az előző évek tapasztalata alapján meghirdettünk egy vizuális kategóriát is, és hát sajnos most nem érkezett ilyen pályamű, de megint csak visszautalva az előző besenyei pályázatra, ott viszont nagyon-nagyon ügyes telefonnal készített vers illusztráció született, úgyhogy hát bíztatom majd a fiatalokat, hogy a jövőben, mert hát nyilvánvalóan szeretnénk újabb pályázatokat is kiírni, a jövőben fogják meg bátran a telefont, mert azzal is lehet nagyon szép alkotásokat készíteni. Kürner Éva hozzátette, annak ellenére, hogy az Egyesület jelenleg is számos tagot számlál, és a rendezvényeiket nagy érdeklődés övezi, folyamatosan várják a tagok jelentkezését nem csak Nyíregyházáról, de az egész vármegyéből. Az esemény közönsége a Petőfiről és Kölcseiről szóló irodalomtörténeti előadások mellett a Muzsika Zeneiskola gitáros növendékeinek produkcióit is meghallgathatta. Önök április 26-án szerdán a Kölcsey Televízió híradóját látták friss hírműsorral legközelebb csütörtökön este. Jelentkezünk, addig is várja önöket a weboldalunk. Én már a munkatársak nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét, viszontlátásra! Szerdán este borult ég mellett újabb eső már nem várható, a hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul. Csütörtökön napközben folytatódik a borús, esős idő, a hőmérséklet a maihoz hasonlóan alakul. Délután 12 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. A hét további részében inkább borult, mint napos idő várható egy remelkedő délutáni hőmérsékletekkel. Újabb eső szombaton valószínű.